Ha kell, felfüggesztik a beszállítást, és nem adják áron alul a léalmát a gazdák, erről tanácskoztak a hétvégén Balkányban. A termelők nem értik, miért nincs ára az ipari almának, amikor nem is volt jó hozam a kertekben. Híradónkban beszámoltunk arról, hogy a hétvégén megegyeztek a gazdaköri elnökök abban, hogy valamilyen eszközzel, mint mondták, rá kell venni a feldolgozókat, hogy árat emeljenek. 17-18 forintért vennék át az ipari almát, de ez az önköltségi ár alatt van. Nem véletlen, hogy a gazdaköri elnököket arra kértük, hogy a fórum előtt üljünk le, és beszéljük meg, hogy, és ők mondják meg, hogy hajlandók-e ennyiért szállítani. Mert az alma kevesebb, lényegesen kevesebb, mint amit a termésbecsléskor meghatároztak. Bárhonnan idehozza, az költségben lényegesen nagyobb lesz, mint amennyit most ad érte. Tehát meg kellene fontolni a feldolgozóknak, hogy meddig feszítik a húrt. Egyébként a másik része az összefogás, a szövetkezés. Nem árulok el titkot. Feltett szándékunk. Nem árulok el titkot, hogy igenis dolgozunk rajta, igenis most az új pályázati rendszerben megteremtjük a lehetőséget a gazdaösszefogásnak, a döntés a gazdák kezében lesz. A külföldi alma sem lesz olcsóbb, hiszen a szállítási költséget a feldolgozók fizetik, tehát nem járnának jobban a külföldről hozott gyümölcsel sem, mondták. A MAGOSZ uniós és nemzeti szabályozást javasol, tehát hogy szerződésben rögzítsék a minimumárakat a jövőben, de ennek a kezdeményezésnek is már csak jövőre lehet haszna. A gazdaköri elnökök a fórumon megállapodtak abban, hogy összefognak és egységesen lépnek fel az ágazat érdekében. Vendégem a stúdióban Rácz Imre, a Nemzeti Agrárkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, és helyesbítenénk inkább a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdakörök elnökeként, ha ez a riporthoz akarunk kapcsolódni. De mindkettő helyes. De mind a kettő, igen. Hol tartanak most ezek a tárgyalások, úgymond, vagy ez a fajta elszántság, ami a termelők és a gazdák részéről tapasztalható, és adódik a kérdés, hogy a kamara mit tud ehhez hozzátenni? A térségi gazdakörök elnökei egy nyilatkozatot próbáltak megfogalmazni, amit azokkal a gazdatársakkal kívánunk aláíratni, akik vállalják, hogy a gazdakör elnökével egyeztetve meghatározunk olyan, esetleg lassítanánk a beszállítást, vagy meg is beszünetetnénk néhány napra, vagy akár ameddig megoldás nem születik, addig felfüggesztenénk. Ez attól tesszük függővé most, hogy hány gazda kíván ebben a megyében részt venni, mert nem szeretnénk azt, hogy ha ez nem a gazdáknak a többségi akaratával valósulna meg, ugyanis ha a többség azt gondolja, hogy nem kíván tenni, hanem elfogadja ezt az árat, akkor mi természetesen a mi terveinket felfüggesszük. Mire elég ez a 17 forint, és mennyi lenne az, ami már elfogadható hasznot hozna a gazdáknak? Hát ez változik gazdánként, mert mindenkinek más a költsége a technológia felszereltségtől függően, de én úgy gondolom, hogy a 25 forint körüli árral már megelégednénk, és azért mondom ezt a 25 forintot, mert mint ismeretes a megyében rengeteg jégkár keletkezett, és azok az almák addig étkezési almaként voltak ápolva, ameddig a jég el nem verte, és annak egy olyan magas költsége van, hogy ez a 25 forint se oldaná meg a problémát, de én úgy gondolom, hogy lelkileg segítené talán abban, hogy ne veszítse el azt a reményt, hogy ezt a jövőre is folytatni kell. Mennyire lehetnek erre nyitottak a felvásárlók, illetve a feldolgozó üzemeket, mennyire fenyegetheti az, hogyha önök nem szállítanak? A Jakab elnök úrral és Ferman Zsolt államtitkárral felkerestük ezeket a feldolgozó üzemeket még a szezon kezdetekor, amikor a 21 forintról visszaesett 17 forintra, és kértük volna, hogy indokolják meg, hogy mi miatt kellett ezt visszavenni ezeket az árakat. Úgy érezzük a gazdálkodók, hogy most a sűrítmény világpiaci ára elbírta volna akár azt a 21 forintot is, és akkor ott talán nem verte volna úgymond ki azt a biztosítékot, hogy mikor visszaesett 17 forintra. Ők azért más szemszögből érdekeltek, mint a gazdálkodók. Nyilván a tulajdonosoknak meg akarnak felelni, és minél csekélyebb árat kívánnak kifizetni, őket annál jobban
magasabb szinten értékelik. Egyébként nem tudok olyan indokot, az az indok állja meg talán a helyét, hogy Lengyelországban csúcstermés van, és ugyanezek a feldolgozó üzemek érdekeltek Lengyelországban is, és onnan úgy gondolják, hogy tudják pótolni. Mi ezt cáfoljuk egy kicsit azzal, hogy ennek a gyárnak van egy éves kapacitása, ebből ha 70-80 napot nem dolgozik itt Magyarországon, úgyis teljes kapacitáson megy a lengyelországi üzem, és végül ez mégiscsak kiesne, ha itt nem kapna alapanyagot. Magyarországon pedig nem áll rendelkezésre most annyi alapanyag, amennyi kapacitásuk van az üzemnek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden almára szükségük lenne, csak én úgy gondolom, hogy azzal az erőfölénnyel egy kicsit visszaélnek, amivel ők most rendelkeznek. Milyen jövőre számíthatnak a gazdák itt, különös tekintettel a lengyel sikerre, amit ők itt az almatermelésben produkálnak néhány évre visszamenőleg? Hát én úgy gondolom, hogy Magyarország most a kicsit kitekintünk a jövőbe, már most visszaigazolódik, hogy 19 milliárdot szántunk volna telepítésekre, és 10 milliárd körül használtunk fel belőle. Igaz, hogy ez nem lehet csak egy oldalról így megközelíteni, mert a pályázat is azután az időszak után jelent már meg, amikor a szemzésnek, az oltvány előkészítésnek utána voltak a csemete előállítók, és egy kis bizonytalanság volt, hogy lesz-e őszre annyi csemete vagy áll rendelkezésre, és én attól félek, hogy olyan hangokat hallok, hogy ezt a bizonyos 8 milliárdot már át akarják csoportosítani. Én úgy gondolom, hogy épp most lenne az ideje, hogy itt hagyni, hogy mindenki a jövőjét úgy alapozza meg, hogy már most elmegy a csemetét megrendelni, és jövőre neki, jövő őszre olyan csemetét állítanak elő, ami korszerű a mai piacokon eladható. Ha innen elviszik a forrásokat, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan hátrányba kerül, hogyha csak az almáról beszélünk, 65%-a itt termett meg néhány évvel ezelőtt az országnak, és akkor itt ezek az emberek maradnak itt munkanélkül, illetve bevétel nélkül. Ugyanakkor egyre több ágazatban beszélnek most már munkaerő hiányról. Lehet ezt tapasztalni a gyümölcsösökben? Igen, 2 éve foglalkozunk mi is ezzel, és segítünk a kormánynak megoldani az a céllal, hogy valahogy az önkormányzattól el kellene vonni az embereket. Tettünk erre javaslatot, hogy a versenyszférában 30-60 vagy a harmadik évben akár 90 napot is le kellene tudni, főleg ebben a betakarítási időszakban. Én úgy gondolom, hogy a vidéki településeken élők és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére ez igen elmondható a dohány miatt, vagy az almának a betakarítása, a burgonya is még azért csak kerül a megyébe. Ezek olyan munkaerő igényesek, ahol nem az önkormányzatnál kellene dolgozni az őszi betakarítás időben. Tettünk több javaslatot, 21-én lesz a legközelebbi egyeztetés, amire nekünk konkrét javaslataink lennének, hogy az önkormányzattól hogy lehetne akár ősszel úgy ütemezni, hogy az önkormányzatnál dolgozna, de a betakarítás időszakban kimenne a versenyszférába, és nem veszítené el az önkormányzatnál, ha mondjuk megnyerte a pályázat, ugye az önkormányzatoknak is pályázni kell, hanem visszakerülne oda november, illetve decemberi hónapba, és akkor akár vég lenne annak a közmunkásnak az évje, vég lenne foglalkoztatva, de abból 9 hónapot már legalább, vagy 10 hónapot lenne csak, hogy az állam tudja a fizetést, 2-3 hónapot már a versenyszférában dolgozhatna. Nyitottak erre azok, akik ebben döntést tudnak hozni? Most már nagyon nyitottak, igen, azt tapasztalom az utolsó 2-3 hónapban, hogy most már igenis akkor rakjuk össze a javaslatainkat, menjünk, egyeztetjünk a belügyminisztériummal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jövő évre már egy olyan megoldás születik, hogy minél kevesebben dolgozzanak az önkormányzatnál. Rácz úr, köszönjük, hogy vendégünk volt ma este, és reméljük, hogy pozitív hírekről tudunk majd beszámolni. Köszönjük szépen, mi meg a lehetőséget. Fronton is.